után országunk romokban hevelt. Vesztes országként nagyon nehéz helyzetbe került. A megszálló szovjet csapatok nem vonultak ki a békekötés után, hazánkat teljes területüknek tekintve vezetőik magukhoz ragadták a politika és a gazdaság irányítását. Szovjet típusú államrendszer jött létre, Joszif Sztalin elképzeléseit itthon Rákosi Mátyás valósította meg. Az emberi jogokat semmire véve zsarnoki uralmat épített ki. A rendőrség akkoriban nem az embereket védte, hanem a hatalmon lévőket szolgáltak egyetlenül. Az emberekre nehezedő nyomás, az iszonyatos szegénység, a lelki és fizikai terror, a rettegés hatalmas méreteket öltött. Október 23-áról már meséltek dédszüleink. Ez volt az a nap, amely közvetlenül érintette az általunk is ismert rokonok életét. Az a nap, amelyről nagyszüleinknek, dédszüleinknek még nyíltan beszélni sem volt szabad. Mi már tanulhatunk ezekről az eseményekről. 1956. október 23-án az Egyetemi Ifjúság békés tüntetés szervezett. Csupa fiatal diák indult el egyszerű jövő reményében. Egyszerű emberek, munkások, járókelők csatlakoztak hozzájuk. Kívánságaik nagy része az ország politikai rendszerének megújítására vonatkozott. Új kormányt akartak, új vezetőkkel. Nagy Imre miniszterelnökségét követelték. Sajtó, szólás és vallásszabadságot akartak. Egyenlőséget, igazságos ítélkezést szerettek volna az országukban. És a megszálló szovjet nagyhatalom katonáinak kivonulását akarták. Szabadságot, az elnyomás, a rémuralom helyett. Rapságban mond, lehet-e élni, s lehajt.
A békésnek induló tüntetés sajnos tragédiával végződött. A kormány fegyveresei a tömegre lőttek. Sokan meghaltak, ekkor elszabadultak az indulatok, és fegyveres harc kezdődött a pesti utcákon. Szerintetek mi volt a nők szerepe ebben az időben? Kevés szó esik az 1956-os forradalommal kapcsolatban a bátran helytálló pesti lányokról, akik ugyanúgy kivették részüket a harcból, mint a férfiak. Szerintetek hogyan? Sérülteket ápoltak, élelmiszert szállítottak a rászorulóknak. Röpcédulákat gyártottak, és nem egyszer veszélyt vállalva, részt vettek az utcai harcokban is. Akkor már érezhető volt a nemek egyenjogúsága? A nemek egyenjogúságát megerősítő törvény 11 évvel a forradalom előtt 1945-ben lépett életbe. Választójoggal és szabad egyetemi jelentkezéssel számos új pálya nyílt meg a nők előtt, amiről korábban nem is álmodtak. A nők döntő többségének része otthonról várta a fejleményeket, reménykedve hallgatta a híreket, és mindent megtett, hogy otthon gondoskodjon a családjáról. Tájékozódtak az óvóhelyekről, és egy bármikor felkapható hátizsákba csomagolták ételeiket. Bőven akadtak olyanok is, akik fegyverrel a kezükben, a férfiakkal karöltve vonultak az utcákon. Bátran lőtték és dobálták molotov koktélokkal az ellenséges tankokat. Ilyen volt Tóth Ilonka is. Tóth Ilona vagyok, szigorló orvostan hallgató. Életemet az emberek gyógyítására szentelem. Ez a hivatásom. Esküszöm, meggyógyítok beteget és szenvedőt, legyen az barát vagy ellenség. Nem nézem úr vagy szolga, hitvány vagy jótevő. Adj kérlek értelmes erőt, hogy mindenkiben az embert lássam. A magyar zsandárként is emlegetett Ilona az orvosi egyetemre jár. A forradalom első napjaitól kezdve részt vett a környéken történő összecsapásokban. Zaklatott és túlhajszolt idegállapotban került bele egy gyilkossági ügybe. Tóth Ilona. Született! 1932. október 23-án Árpádföldön. Maga egy született ellenforradalmár. Mondja csak, hogy lehet egy orvos tahangató a Domonkos utcai kórház vezetője? Senki se vállalta, pedig rengeteg volt a sebesült. És maga engedélyezte ennek az ellenforradalmi lapnak a sokszorosítását a kórház pincéjében? Igen. Miért? Azért, mert az igazságot írták le. Az igazságot, Tóth? És még csodálkozik, hogy ide került? Azt üzenik jobban tenni, ha engedelmeskedne, Tóth. Hol volt november 18-án? Mit műveltek Kollár Istvánnal? Válaszoljon! Várják a jelentésem. Soha nem felejtem el, hogy orvul közénk lőttek. Az álnok árulást, mit elkövettek. Testvérgyilkosok! Hogy számoltok el? A lelketeket miért adtátok el? Mint már mondtam, minden percemet a kórházban töltöttem. És ott ismerte meg Kollár is várakodó munkást is? Én láttam el a sebeit. Sebeit? De hiszen ő volt, akit maguk ávós besugónak hittek és agyonvertek,
Azután benzinjekciót kapott, magát és két bűntársát Kollár István meggyilkolásával vádolják. De maga is tudja, hogy ez nem igaz. Nem vagyok hazug, nem vagyok gyáva. Csak hogy lássa, a népi demokrácia milyen nagy lelkű, engedélyezik, hogy az anyja bejöjjön magához. Mama, tudtam, hogy eljössz, amint lehet. Éveknek tűnnek itt a hetek. Remélem nem bántottak, nem zsaroltak meg. Anyám vagy, mondd meg, mit tegyek? Hazugsággal vádolnak. Higgy nekem! Ilonkám, nem kell félned. Hiszem, hogy tiszta vagy. Ilonkám, miért sírnék, ha rémálom megszakad? Addig is mellette leszek. Beszéltem az ügyvéddel. Azt mondja, ismerve mindent, amit tettél. Akkor van esély életben maradni, ha együtt kutatszunk. Ha mégis vallomást teszek, néhány év is szabad leszek? De jó-e, ha vállalom, mit nem követtem el? Ártatlanul ítélnek el. Anya, segíts nekem! Ilonkám, tégy úgy kérlek, ahogy gondolod. Bárhogy döntesz, én mindig melletted vagyok. Tudom, hogy tiszta vagy. Én mindig melletted leszek. Az ügyvéded azt mondja, ha kitartasz az ártatlanságod mellett, akkor kivégeznek. Hogyha együttműködsz velük, néhány év múlva szabadulsz. Kislányom, írd alá kell írnod könyörgöt. Menj meg, kérlek! Ártatlan vagyok! A főhadnagy azt mondja, ha szabadulsz, még gyógyíthatsz. Sőt, a professzor téged akar tanársegédnek maga mellé. Férjhez is mehetsz. Boldogok leszünk, Ilonkám. Írd alá könyörgöt. Kossuth Rádió, Budapest. Híreket mondunk. Tóth Ilona és vádlott társai brutális kegyetlenséggel meggyilkolták Kollár Istvánt, akiről azt hitték, hogy az államvédelmi hatóság tisztje. A bíróság ezért Tóth Ilonát és bűntársait kötél általi halálra ítélte. Tóth Ilonát kivégezték. A kegyetlen bosszúállás áldozata lett. Olyan megtolás következett be az 1956-os forradalom és szabadságharc után, ami a magyar történelemben egyszer sem fordult elő. Ebben a megtolásban esett bele Tóth Ilona is, pusztán csak azért, mert orvosnak készült. Tóth Ilona története pontosan megmutatja a szocialista-kommunista rendszer torz voltát. Az ügyvéd azt tanácsolja az ártatlan orvostanhallgatónak, hogy vallja magát bűnösnek, és akkor megmentheti az életét. Ha viszont ragaszkodik az ártatlanságához, akkor ki fogják végezni. Ha bűnös, életben marad. Ha ártatlan, meghal. Erre nincs józan magyarázat, nincsenek érvek. A szavak elvesztették jelentésüket, súlyukat. Nincs biztos támpont sehol. Mert a legjobb barát, a rokon, a testvér is lehet áruló. A legnagyobb jó szándékkal kimondott szó is könnyen halálos ítéletté válik. Félelem.
Ez volt az alapérzése mindazoknak, akik nem értettek egyet az ország szovjet megszállásával. Azoknak, akik megkérdőjelezték a kommunista vezetés döntéseit. Üldöztetés és börtön annak, aki elmondta véleményét, és annak, aki vállalta hitét. Az igen nem lehetett igen, és a nem, nem. Nem bűnös a bűnös, és nem ártatlan az ártatlan. Lehet ebből menekvés valamikor? Habár nehéz, fájdalmas, sok kudarcon, halálon és rabságon keresztül, de Isten nem hagyja híveit búbajban sohasem. Sem akkor, sem pedig most. Áldott legyen az emléke azoknak, akik áldozatokat hozva tartották meg hitüket, magyarságukat. És áldott a mindenható Isten most és mindörökké. Ámen. Nekünk nem jutott más, csak az őszi ködbe burkolózó fák. Idegen katonák zaja nálunk az ávos fekete autón jár. Pedig vártuk, hogy új tavasz ébred, és eljön a hosszú forró nyár. De csak jéghideg tél jött, és itt maradt 33 éven át. Közben senki se beszélt róla, tudod, nem volt szabad, csak az emlékét őrizték, azok a pesti tűzfalak. De most itt vagyunk, emlékezünk, magyarok voltunk, magyarok leszünk, amíg szól a dal, 56 ért, míg szívünk dobog, 56 ért. A harcban osztály és felekezeti különbségek nélkül vett részt az egész magyar nép, s megrendítő és csodálatos volt a felkelt nép emberséges, bölcs és megkülönböztetni kész magatartása, melyel csupán a leigázó idegen hatalom és a honi hóhér különítményesek ellen fordult. Bibó István 1956-os soraival szeretettel köszöntöm az emlékező közösséget. Kérem, énekeljük el közösen a himnuszt. Thank you.
kedves emlékezők, kérem hallgassák meg Sallai Róbert Benedek 1956-ra való megemlékezését. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki megjelent a mai megemlékezésen a nemzeti ünnepünk alkalmából, hiszen egyre furcsább, mikor egy-egy nemzeti ünnepet tartunk. Képzeljék el, hogy a század elején, hogyha 48-ban megemlékeztek, akkor ez az egész piactér, lehet látni a fotókon, hogy hogy telik meg megemlékezőkkel. És lassan hogyan tűnnek el azok az emberek, akik megemlékeznek a nemzeti ünnepekről, azokkal a hőstettekről, amit ezek az országot formálták. És hát nyilvánvalóan hosszan lehetne beszélni hőstettekről. És az elmúlt években folyamatosan azokkal az emberekről beszéltem, meg azokkal a hőstettekről, meg 1957. októberi eseményekről, hogy mi történt akkor. Ezért most, hogyha megengedik, egy picit másról beszélek, mégpedig arról a szabadságról, amit kivívni akartak. Olyan sokan írtak már, ugye Petőfitől kezdve nagyon-nagyon sok vers, filozófusok fogalmazzák meg, hogy mi is a szabadság, és mit is jelent valamennyiünknek. Most egy olyan világ van, amikor bárhol a világban azt látjuk, hogy emberek emelnek fegyvert szabadságért. Izraeli embereknek, a zsidóknak van joguk élni, a saját országukat megvédeni és megakadályozni azt, hogy terroristák törjenek rájuk és csecsemőket öljenek. A palesztinoknak van joguk élni azon a hazán, ahol éltek sokáig, és joguk van küzdeni azért, hogy legyen egy szülőföldjük. Joguk van az oroszoknak ahhoz, hogy a kisebbségi értékeiket védjék, és megpróbáljanak orosznak maradni Ukrajnában, mint ahogy Ukrajnának joga van védeni a saját szabadságát, és fellépni egy hatalmas katonai erővel szemben, hogy kivívja a szabadságát. Nap mint nap mindenfele a szabadságért látunk küzdeni embereket, meghalni embereket, és az a kérdés, hogy meg tudjuk-e élni ezt a szabadságot, és tudunk-e élni azzal a szabadsággal, amit ezek a lehetőségek teremtenek nekünk. 1956-ban emberek ugyanezért a szabadságért haltak meg, és nem csak meghaltak, hanem utána éltek, akik túlélték. Rendkívüli áldozatot hoztak azok, akik meghaltak, és azok is, akik túlélték, és nem pusztán hősi halált haltak emberek, hanem hősi életet éltek az ezt követő 40 évben. Azért, hogy más legyen Magyarország, más legyen ez a világ, és élhessünk a szabadságunkkal. Ma már sokan azt gondoljuk, hogy nap mint nap élhetünk a szabadsággal, pedig mindig vannak korlátok. Naponta küzdünk a szabadságért. Küzdünk saját munkahelyünkön, küzdünk a családban, küzdenek a nők mindennapjaikért, küzdenek otthon a gyerekek, hogy kiszabaduljanak a szülői felügyelet alól, mert mindenki meg akarja élni azt a szabadságot, amiért érdemes meghalni. 1956-ban, ami történt, az egy sorsfordító erő volt, hiszen ennek köszönhető az, hogy jóval később, több mint 40 év múlva vérontás nélkül megtörténhetett a szabadság, mert állítólag ezt a szabadságot nem adják ingyen, ezért rendszerint vérrel kell fizetni egy nemzetnek. Az, ami nekünk magánemberként kevésbé küzdelmes sokszor, vagy könnyebben jön, egy nemzet azért mindig vérrel fizet, és áldozatokkal, és hogyha nem lett volna 56, akkor valószínűleg az én generációm, meg az előttem lévő egy-két generációnak kellett volna fegyvert fogni a 80-as évek végén, mert anélkül nem lehetett volna szabadságot elérni. Éppen ezért nagyon nagy az az áldozat, ami 1956-ban született, mert azért a szabadságért történt mindez, amit mi valamilyen szinten megélhetünk. De nyilvánvalóan tanulnunk is kell 56-ból. Tanulnunk kellene 56-ból, hogy azok, akik meghaltak, azok mi miatt haltak meg, és mi történt azokkal, akik túléltek. 56 után, akik hősi életet kellett, hogy éljenek, akiknek nem lehetett olyan életük, mint minden más szabad polgárnak, mert részt vettek 56-ban, épp úgy valamilyen szintű elnyomás alatt álltak több mint 40 évig. Nem viselhettek közhivatalt, nem vehettek részt azokon a munkákon, amikben a végzettségük teremtette őket, és igenis tanulni kellene a mai hatalomnak is, ahol nagyjából ugyanezt éljük át, hogy lassan már pedagógus sem áll meg, ha nem kormánypárti, lassan már kormánytisztviselő sem lehet valaki, ha nem kormánypárti, és épp úgy a hatalom ugyanazt csinálja, mint 56 után. Vajon tanul-e a hatalom abból, amit 56 üzen? Vajon tanulnak az emberek, hogy hogyan kell megélni ezt a szabadságot, és mit kell tennünk azért, hogy nemzetként megtartsuk ezt? Azért van most ezeknek a gondolatoknak ilyen túlszaporodó mennyisége, mert nap mint nap azon rágódok, hogy vajon mi lett volna, ha Magyarország épp úgy, mint Palesztina, egy elszigetelt őshonos kisebbségét, például Székelyföldet, azt mondja, hogy vérrel kell visszavenni.
és a székelyeknek vérrel kell küzdeni, mint ahogy a palesztinok azzal védenek. De Magyarország tanult ezekből a történelmi traumákból, és ennek köszönhető az, hogy mi Magyarország most nem fegyverekkel segítjük Székelyföldet, és segítjük megtartani ott a embereknek a szabad nyelvhasználatát, a kisebbségi jogék gyakorlatát, vagy gyakorlását, és megtartani őket magyarnak, hanem azzal segítjük, ahogy tudjuk, mert jobb élni, jobb békességben élni, és a legjobb szabadon élni. Rákóczi Ferenc zászlajáról, a hazáért és a szabadságért mondatából a Pátria került erre a kőre, pedig nyugodtan ide kerülhetett volna a szabadságért felirat is, hiszen mindazok, akikre ezen a napon, ennél a kőnél megemlékezünk, azért a szabadságért haltak meg, amit ma valamilyen szinten megélhetünk, pont azzal, hogy többek között itt állhatunk és megemlékezhetünk. De nagyon-nagyon fontos, hogy tanuljunk 1956-ból, tanuljunk abból, hogy ugyanúgy nem lehet az elnyomást fenntartani hosszú időn keresztül, nem lehet egy pártállami hatalmat tartósan fenntartani, mert az emberek mindig kitörnek, és mindig vágynak a szabadságra, és mindig küzdeni akarnak érte. Abban bízom, hogy Magyarország ebben a zavaros világpolitikai helyzetben, ami mindenfele csak egyre fokozódó konfliktusokat szül, és egyre fokozódó nyomást, és rajtunk pedig nyilván szorongást, kimarad mindezekből, és hát nyilván nem csak annak örülnék, ha Magyarország marad neki, hanem az egész világon élhetné meg az emberiség úgy a szabadságot, legalább, hogy ne kelljen meghalni egy-egy nemzet állampolgárainak. 56-ban nem volt erre mód, állampolgáraink haltak meg, a legnagyobb kivándorlási hullám történt az addigi történelemben Magyarországról, nagyon-nagyon sokan lehetetlenültek el életükben, és nem tehetjük meg, hogy évről évre ezt a megemlékezést ne tartsuk meg, mert épp úgy egy szabadságharc, mint 1948, és épp úgy a szabadságról szól, mint Petőfi verseiben a szabadságra való vágy megfogalmazódik, hogy azt tehessük, amit akarunk, azt mondhassuk, amit akarunk, és ne érjen bennünket megkülönböztetés azért, mert valamit gondolunk, és valamit másképp gondolunk, mint a mindenkori hatalom. Hogyha majd Magyarország is megéli azt, hogy szabadon gondolkozhassunk, és ezért ne érjen bennünket retorzió, ne érjen bennünket semmilyen szankció, ugyanolyan eséllyel induljanak a települések egy-egy pályázaton, ugyanolyan esélyekkel valósuljanak meg a lehetőségek az oktatásban, az egészségügyben, és felzárkozzunk úgy Európához, ahogy lassan 10 évvel, lassan 20 éve 2004-ben ígérték nekünk, akkor újra meg újra előgondolkozhatunk azon, hogy miért is jó nekünk a szabadság, és miért fontos az az áldozat, amit ezért a szabadságért hoztak azok, akik meghaltak, és akik utána éltek sok-sok baj és gond közepette. És miután mindig elmondják, hogy az a jó beszéd, ami rövid, tovább nem húzva, engedjék meg, hogy külön köszöntsen körünkben azokat a megemlékezőket, akiknek felmenőik, szüleik, hozzátartozóik elszenvedték az 1956-os elnyomást, elszenvedték az azt követő évtizedek nehézségeit, és egész családjuk életére hatással volt az, hogy kiálltak a szabadságért. Külön tisztelettel köszöntöm mindazokat, akiknek családjukban, tetteikben megfogalmazódott az a vágy, amit 1956. október 23-ai ünnep üzen nekünk, és kérem, hogy közösen emlékezzünk mindazokkal, akik éltek és haltak azért a szabadságot, amit részben most megélhetünk. Köszönöm szépen! '1703, '848 és '56. Egyszer minden 100 évben talpra állunk kínzóink ellen. Faludi György mondása volt ez, és ezzel az mondásával szeretném az emlékezőket koszorúzni hívni. Először Turkeveváros önkormányzatát szólítom. Széné Révész Magdolna és Sebestyén Ilona az 56-os Magyarok Világszövetségének turkevei csoportja nevében helyezi el az emlékezés koszorúit.
A Finta Múzeumot kérem koszorúzásra. A Karcagi Szakképzési Centrum Bányai Ambrus Technikuma, Szakképzőiskola és Kollégiuma koszorúzik. Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár helyezi el az emlékezés koszorúját. Kevei óvoda igazgatóság és bölcsöde képviselői koszorúznak. Túrkevéért alapítvány helyezi el az emlékezés koszorúját. Fidesz Magyar Polgári Szövetség Túrkevei szervezete koszorúzik. Jásznagykun Szolnok vármegyei mozgáskorlátozottak túrkevei csoportját kérném koszorúzásra. Keresztény Demokrata Néppárt Túrkevei szervezetét kérném koszorúzásra. A Magyar Szocialista Párt Túrkevei szervezetét kérném helyezzék el az emlékezés koszorúját. A Szolnok vármegyei nemzetőrség nevében kérném, hogy koszorúzzon. Thank you.
Úrkevei gazda körképviselőjét kérném helyezze el koszorúján. Köszönjük szépen mindazoknak, akik velünk tartottak ezen a megemlékezésen, és a délelőtti programok a Szent Mise hazánkért a katolikus templomban, aztán ünnepi tisztelet a Kaszap Nagy István Református Általános Iskola diákjainak ünnepi műsora után a református templomban, és a koszorúzás után 13 órától a polgármester hivatalban folytatódik a megemlékezés. Dokumentumok 56-ról, kiállítás az 1956-os turkevei eseményekről tekinthető meg, aztán pedig egy zenés irodalmi összeállítás lesz látható, hallható emlékezés címmel a Szarvasi Szorvinusz Teátrum színművészei előadásában. Végül pedig egy dokumentumfilmet vetítünk le 1956-ról, Ilyen nagy dolog a szabadság címmel. Kérem, tartsanak velünk délután is. És most a koszorúzás végeztével énekeljük el a szolgatót. Tisztelettel megköszönöm a részvételt, és szeretettel várunk mindenkit a polgármesteri hivatal Cihat Károly termébe 13 órától. További szép napot kívánok mindenkinek!
Kedves ünneplő közösség, nagyon sok szeretettel köszöntöm mindazokat, akik velünk tartanak a délutáni program kapcsán is. Örülök, hogy ilyen szép számmal összejöttünk. És már is szeretném bekonferálni önöknek irodalmi, zenés irodalmi összeállításunkat. Emlékezés az a címe, közreműködnek a Servilus Teátrum Színház művészei, Boronyák Gergely és Timkó János. Fogadjuk őket nagy szeretettel! Másnap szerdán reggel por, átúszó és szenvedés. Mégis mikor átvágtam a hősök terén, mosolyognom kellett, mert nem állt szobor többé a csizmában. Csütörtök. Lázadózsák mindenki arcán. Földvári már kedd este elesett a rókus előtt. Szemközt az iskola padlásán felfegyverzett gyerekek. Péntek. Még több vén. Tankok a ligetnél. Az ütegek torkolat tüzeit nézem éjjel és borzongok. A szörnyű szépség most nálunk is megszületik. 6 nap. A kénezett arcú halottak apró csokorral mellükön, a járdán, köztársaság tér, röplapok, szorongás, szemem előtt kis tétova szivárvány, ölelkezés az írószövetségben, csomagolnak és indulnak haza, feltépett sínek, utcák, és fölöttünk a szabadság lilium illata. 1703. 848 és 56. Egyszer minden 100 évben talpra állunk a kínzóink ellen. Bármi következik, boldogság, hogy megértem. És újra péntek. A Dunánál állunk. A nap áttör ködön, füstön. Talán sikerül minden, s az alkonyat bíbor, brokátja, zsuska, lenszőke haján. És szombat, hajnalban, csupa reménység, de este felé, nyakunkon a kés. A keleti szemhatár mögött mocskos felhők, nyugatról álszett röfögés. Mentünk a 200 000-rel, nem bírok újabb börtönt, s ha nem is jött velem, Árpád óta bennem lakik az ország, minden földjét meg dombját ösmerem. A bal huszárok tankban tértek vissza. Eddig sem ápolt. S ha más föld takar, mit számít az? És mit, hogy fia majd derd meg szólít, és már nem lesz magyar? Mit elvesztek 50 vagy 100 év múltán az ifjúságtól, mind visszakapom, és otthon a sötét előszobákban. Kabátom még ott lóg a fogason. 1956. Nem emlék, nem múlt vagy nékem, nem történelem, de húsom, bérem, lényem, egy darabja, szívem, gerincem. Kijöttél velem az irgalmatlan mindenségbe, hol a semmi vize zuhog a híd alatt, és korlát nincs sehol. Életemnek te adtál értelmet, vad álmokat, éjjelre és kedvet a szenvedéshez, és az örömhöz te fogtál mindig kézen, ha botladoztam, hányszor iklettél meg, és nem engedted, hogy kifulladjak vénem. 1956. Te csillag! Oly könnyű volt a nehéz út veled. Nagyon soká sütöttél őszhajamra. Ragyogj! Ragyogj! Ragyogj sínom felett! Hogy megértessük, miért lázadt fel a nemzet a kommunista diktatúra az idegen megszállás ellen, igen messzire, de legalábbis a 40-es évek végéig kell visszatekintenünk. 49-ben az AVH a Mátra vidékén Recskösség közelében koncentrációs tábor hozott létre. Politikai foglyok képezték a tábor lakóinak túlnyomó többségét. Cseri Jancsit, ezt a 20 éves paraszt fiút a kocsmában tartóztatta le az AVH. Barátai, akikkel mulatni ment, régi katonautákat énekeltek, mint a Horthy Miklós katonája vagyok, kezdetűt, meg más hasonlókat. De mindezt Cseri nem tudta, mert tök részegen feküdt az asztal alatt. Társait a helyi rendőrségen felpofozták, majd hazaengedték, őt pedig felküldték a budapesti AVH-ra. Cseri zsebében őrizte interállási végzését, mely így szólt.
Kocsmában mulatozott barátaival, akik demokrácia ellenes nótákat énekeltek, bár bebizonyosodott, hogy Cseri részegsége miatt a dalolásban nem vett részt, feltehető, hogy józan állapotában velük énekelt volna. Fentiek alapján Cseri Jánost a magyar állam biztonsága érdekében 6 hónapra internálom Recskre. Fazekas Gyula paksi állatorvos bevitték az ADH-ra, és állítólag barátaival kérdezgették, akiknek soha még a nevét sem hallotta. Ezt állhatatosan hangoztatta, mire 3 hétig beérték. Ekkor egy százados lépett a kínzókamrába, és kijelentette. Sajnálatos módon összetévesztettük egy másik Fazekas Gyulával. Be kell látni azonban, hogy ilyen állapotban nem engedhetjük ki az utcára, igaz? És elküldte a Recskre. Ilyen előzmények után került sor az időközben rehabilitált Rajk László és társai újra temetésére október 6-án. A volt miniszter útszéli árokba rekkentett hangvait a Kerepesi temetőbe vitték. Óriási tömeg kísérte a koporsót a dísz-sírhelyre. Barátok, rokonok, túlélő vádlottársak, privékek, terhelőtanú bírák, ártatlanok, lapítók és lapítottak. Más szóval, fejszék és forgácsok. Utóbbiak közül 2 férfi régi ismerőse volt a most ünnepelt áldozatnak. Egyaránt politikai foglyok a régi rossz világban és a szép újban is. Félrehúzódtak kissé, és egy kripta szegélyéről végigtekintettek a sötét fenyegetést hullámzó gyásznépen. Uramisten, mennyi ember? Szegény Laci, ha jönne, de közénk követne? Október 23-ának reggelén egyetemi diákok plakátokat szögeztek ki a házfalakra és a budapesti körútak fájra. E plakátok a diákok követeléseit foglalták össze 16 pontban. Új magyar kormány megalakítása nagyinvével az élen, valamennyi szovjet katonai egység visszavonása Magyarországról, Rákosi Mátyás és Farkas Mihály bíróság elé állítása. A diákok az egyetemek előtt gyülekeznek. A pesti egyetemek hallgatói előbb a Petőfi szoborhoz, a műegyetemisták döntő része a Gellért rakparton át, egyenesen a Ben szoborhoz indul. Feliratok, transzparensek. A párt Lenin intézetének hallgatói vörös zászlók és hatalmas Lenin képek mögött vonulnak. Az első harckocsizó egységek október 21-én a kora reggeli órákban jelentek meg Budapesten. Tüzelésre azonban nem kaptak parancsot, miért az volt a vélekedés, hogy elegendő lesz kimutatni a túlnyomó erő fölényt, és ez majd véget vet a zavargásoknak. A magyarok az eseményeket nem egészen ugyanilyen megvilágításban látták. Ők azt átételezték, hogy az orosz tankokat az ABH és a gerőrendszer megsegítésére küldték. Miután a sorokat vezető tankok sok esetben kiégtek, és a bennük tartózkodókat előbukkanásukkor kíméletlenül előtték, az orosz tankok elkezdtek visszavonni. Zsúgották mellettem. Kipirulva, büszkén és boldogan, hogy egy nagy történelmi pillanat részese lehet. Énekelt a himnuszt, az internacionálét, kedves kis hangja a fülembe csengett, és fogtuk egymás kezét. Ez volt a helyzet, amikor megszólaltak a géppuskák. És nem előről lőttek, hanem hátulról. A Földművelési Minisztérium tetejéről. Nem tudtuk, honnan jönnek a golyók. Nem tudtuk, ki lő, és miért. Az oroszok visszaugráltak a tankokba, a páncélautókba, és azonnal tüzet nyitottak azokra, akik ránk jöttek. Megsebesült néhány katona is láttuk. Meg azt is láttuk, hogy körülöttünk hullanak az emberek. Egyszerűen hihetetlen és elképzelhetetlen volt az egész. A parlament kapuja megnyílt, a tömegét része arra felé sodródott, de mi nem érhettük el. Az oldalárkádok felé akartunk rohanni, egy páncélautó előtt közben az oroszok tüzeltek. Egy pillanatra kikerültünk a tömeg sűrűjéből, amikor Zsuzsa furcsán megingott. Mintha egyszerűen minden izmam megszűnt volna. Azt hittem, csak megbotlott. Utána kaptam, hogy fölemeljem, de túl nehéz volt. Ordítottam, és a többiek is ordítottak félelmében. Ott feküdtünk a tömeg szélén, Zsú fejéből vékony kis patakban szivárgott a vér. És apró velő darabok voltak a haján. Mikor híre jött, hogy a parlament előtt halomra lőtték őket egy feneketlen pillanatban, mintha magam baldogolnék, egyetlen gomolygóképpen egyszerre állt elében az egész eddigi élete,
20 éves volt. Mit tett idáig? Bölcsész. Tanult. Kisdiákokat tanított, fogalmazott. 16 éves korában írta első és eleve fióksírra ítélt novelláját. Komoly felelősség érzettes azzal a már rövidszmévé növő meggyőződéssel, hogy az igazság akkor is igazság, ha soha senki nem mutatja ki hangosan. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben. Nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobában, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, ott zsarnokságban. Nem csak a füst sötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, a rabok falmorzéjében, nem csak a bíró hűvös ítéletében, bűnös, ott zsarnokságban. Nem csak a katonások pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban, és abban, ahogy a hullát a gödörbe húzzák. Nem csak a titkon félig nyílt ajtón ilyetten besutogat hírekben, a száj elé ujtan piszt jelző újban, ott zsarnokság van. Nem csak a rács szilárdan fölrakott arcolásban, s e rácsban már szótlan vergődő jaj sikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimerett szembogárban, ott zsarnokság van. Nem csak a talpra állt a harsogott éjjenekben, a hurrágban, énekekben, hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak az elmitten tapsoló tengerekben, kürtben, az operában, épp oly hatok harsányon szegő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben. Nem csak az éven halban sikló gépkocsi zajban, és abban megállt a kapuajban. Hol zsarnokság van, ott van jelen valóan mindenekben, ahogy régi Istenet sem. Ott zsarnokság van az óvodában, az apai tanácsban, az anyamosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. Nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban budító szólamokban, az ott van a búcsúcsokban, ahogy így szól a hitves. Mikor jössz haza, kedves? Az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyok van, a hirtelen puhában, szorított kézfogásban, ahogy egyszer csak szerelme arca megfagy, mert ott van a légy ott van, nem csak a vallatásban. Ott van a vallatásban, az édes szó mámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban. Ott van a náci ágyban, és előtte már a vágyban. Mert szépnek csak azt vélem, egyszer már övé lett. Vele evertél, ha azt hitted, szerettél. Tányérban és pohárban, azban, az orban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak, és bedől a dögszak. Mintha a házban valahol gáz folyás. Ha magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság kérdez. Képzeletedben se vagy független. Fönt a tejünk is már más hatását volt. Fénypásztáz, aknamező. A csillag, kémre ablak. A nyüzsgő égi sátor, egyetlen munkatábor. Mert zsarnokság szól, lázból, harangozásból, a papból, kinek gyónul, a prédikációból, templom, parlament, kínpad, meg annyi színpad. Unyod, nyitod a pillár, mind azt tekint rá, mint a betegség. Veled megy, mint az emlék. Ha van a kereke, hallom? Rak vagy, rak. Elrakadtok, hegyen és tenger mellett be, ezt lehelled. Cikáz a villám, az van minden váratlan, zörejben, fényben, szívrökkenésben, a nyugalomban, e bilincs unalomban, a zápor zuhogásban, az égérő rácsban, a cellafal fejére bezáró hóesésben, az néz rád kutyá
saját szemén át. És mert minden célban ott van, a holnapodban, a gondolatodban, minden mozdulatodban. Mint víz a medret követed és terepte. Kémlelődsz ki ebből, ő néz rád a tükörből. Ő lesz hiába fognál fogolyod, és egyben foglál. Dohányod zavatába, ruhájuk anyagába beívódik, erődik, belődik. Eszmélnél, de eszme csak övé jut eszedbe. Néznél, de csak azt látod, amit ő elég varázsolt. S már körbe lángol erdő tűz, gyufaszából. Mert amikor ledobtad, el nem tiportad. S így rád is ő vigyáz már. Gyárban, mezőn, a háznál, s nem érzed már mi élni. Hús és kenyér, mi szeretni, kívánni, karot kitárni. Bilincseit a szolga, maga így gyártja, s hordja. Ha eszel, őt növeszted. Gyermeket neki nemzed. Hol zsarnokságban, mindenki szem a láncban. Belőled bűzli árad. Magad is zsarnokság vagy. Vakont két napsütésben, így járni vaksötétben. S feszengünk kamarában, akár a szaharában. Mert ahol zsarnokság van, minden hiába. A dacs az ilyen hű, akármilyen hű. Mert ott álló eleve sírodnál. Ő mondja meg, ki voltál. Porod is neki szolgál. És most elment igazat szólni. Inas szakadtáig igazat üvölteni a parlament felé. Gyávának nevezett, mikor kértem, vigyázzon magára. A környékről már két anya tudja a biztos hírt, hogy az övé ott maradt, ahol az Isten ítélet erejével szakadt ki az elföltött szó a torkokon. És akkor beesik az ajtón egy ember. Fuvart keres a fia holttestének. A jövő héten a tanul 14 éves. Endrei Árpád, 14 éves fiú. Hősi halott. Hős. De hiszen a kis Endrei, akit Muki néven ismer az egész környék, csintalanabb, másodtabb, elszálltabb kis kölyök volt, mint a Pál utcai fiú összes ráca egyben. Sűrű kötésű kékszemük is magyar volt. A bölcsész nagyfiút azért vette egy időben mellé az apja, hogy figyelembe szoktassa. Hiába bizonyította a nagyfiú, hogy a tolba mondást két ellen írják, úgy azt felte tőle, akkor írhatják háromban is. Csak a nagyfiú szívszóval kérlelte, hogy mégis jönne hozzá a privát órákra, így szólt. Nem érek rá a fej. Muki nem ért rá. Sürgős és halaszthatatlan játszani valója volt. A forradalmi nagyhét szerdáján három társával megfúrta egy hernyóta a tolajtartályát. Aztán becsület szóra csak egy órára elment mégis körülnézni. Még visszaintett tömpe kis hüvelykújjával az anyjának az ablakba, hogy egy óra múlva visszajövök. Mikor a Magyar utcában a golyószóról leterítette, már nem tudta a nevét, címét, telefonszámot megmondani. Még egy fél napig jött. Azt üzente, bocsánatot kér apótolanyútól, amiért ellógott, sípcsön csak kifordulva, tüdejét, máját, golyóját talált. Csodálkozva kérdezte, nem vakulta meg, mert nem lát. Aztán énekelt. Hangja már töredezett volt. Azt énekelte, amit két napot átzengett az utca. A szavakat már nem lehetett megérteni. Utoljára azt kérte, fordítsák meg, mert emberről nem jön belőle a hang. És végül ugye én ezt csak álmodom, bácsi kérem. Bakástér mögött a Pénzis utcai kórházban fekszik Muki.
Az apja egy kézi szekére most húzza az ebédbe asztalló készült kopós út, hogy beletegyel, s különségbe temethesse el. És nem lehet neki elmondani, hogy Muki nem kell különségbe temetni, mert Muki belép van eltemetve. Be kell látnunk. Ha kérdeznek, becsületesen felelni kell. A harcot becsületesen fel kell venni, az úton becsületesen végig kell menni. A szerepet becsületesen el kell játszani keményen és tekintet nélkül. A kapuk mögül ebek vicsorognak. Az ablakokból kiköltösnek és röhögnek, 100 közbiztonsági gócpont adja ki az elfogadási parancsot. Kemény tárgyak zuhognak a fejünkhöz. Súlyos, vérező kövek. De röppenni van soha is. Szeretet is. Rózsa is. És este tűzhely mellett, vagy szuronyos zsandárok között hátratörött kézzel mégis mondogatni kell a fellebbezhetetlen, sziklakemény, erősítő, vigasztaló igét. Krisztusnak és Pilátusnak, farizeusoknak és bánosoknak, zsidóknak és rómaiaknak egyformán szolgálni nem lehet.